Ügyes, nagyon ügyes. A nyári szünet 11 hét lesz 2021-ben, nagy fejtörést okoz a szülőknek gyermekük elhelyezése. A járványhelyzetben sokáig bizonytalan volt, hogy lehet-e táborokat tartani. A napokban a kormányinfón megjelent, hogy mind az ottalvós, mind pedig a napközis táborok előtt megnyíltak a lehetőségek. A szünidő június 15-én kezdődik, a legtöbb táborban azonban már alig van hely. Keszthelyen a Goldmar Károly Művelődési Központ táborai is nagyon népszerűek, 11 nyári tábort indítanak az idén. A tánc, a mese, a kézművesség sem hiányzik a kínálatból. Örülünk lényegében, és nagyon várjuk az elkövetkezendő időszakot, és gőzerővel dolgozunk azon, hogy összerakjunk egy viszonylag gazdag és színes kínálatot az elkövetkezendő hetekre és hónapokra. Ennek az egyik szegmense a már azt mondom, hogy jól bejáratott és nagyon-nagyon sikeres nyári tábori kínálatunk. Ezzel lényegében kész vagyunk, várjuk a jogalkotónak az iránymutatását, de szerintem mindenféleképpen meg tudjuk ezeket a táborokat tartani, hiszen ezek a táborok lényegében nem bentlakásosak, ezek a táborok a korábbi évekhez hasonlóan csak a délelőtti órákban zajlanak, legalábbis a gyermektáborok, 9-től délig, és étkeztetés sem biztosítunk, tehát én úgy gondolom, hogy remélhetőleg a jogszabályi előírásoknak mindenképpen megfelelünk. A délutáni órákban a felnőtteknek is lesz nyári tábor. A Goldmar Károly Művelődési Központ által szervezett gyermektáborok között található korosztályhoz kötött tábor is. Ilyen a mesés, a drámatábor vagy a tánctábor. A tábori időszak június 21-én az újrahasznosító környezet tudatos barkácsoló táborral kezdődik, és augusztus 19-én a módszertani táborral zárul. Ez már a Népművészeti Alkotóház, üresek még a műhelytermek, évek óta zajlanak az épületben nyári táborok, ahol a gyerekek és a felnőttek a népi mesterségekkel ismerkedhetnek meg. Ez a bútorfestő. Molnárné Rizskó Erzsébet az alkotóház vezetője a táborok időpontjait egyezteti, azt mondja, 6 nyári tábor terveztek június végétől, amelynek nagy részére még lehet jelentkezni. Ebből 2 kézműves gyermektábor, ahol reggel 8-tól délután 4 óráig tartanak a népi kézműves foglalkozások, meseillusztráció festéssel és bútorfestéssel bővült a választék. Szeretettel várjuk őket, még van hely mind a két táborunkra. Ezen kívül szervezünk 4 felnőtt tábort, ezekben a felnőtt táborokban ifjúsági korosztályt is szívesen várunk, tehát 14-15 éves kortól fölfelé. Ezt hangsúlyoznom kell, hogy ezek a táborok országos meghirdetésűek, ittalvósak, azoknak, aki nem kezd helyi egyébként, és csak védettségi igazolvánnyal látogathatók ezek a táborok. Az első táborunk az a bútorfestő, ez július 5-én indul, sajnos már teljesen betelt ez a tábor. A következő héten, pontosan egy hét múlva bőrműves tábor indul. Nem marad el az alkotóházban a baba készítő tábor, és az 5 éve elindult Örökség a Nyugat-Dunántúlon című kézműves tábor sem. A Balatoni Múzeum is meghirdette táborait. Az ismeretterjesztő tábor mellett régészkedhetnek is a táborlakók. A helyek már beteltek. Az informatika táborra lehet még jelentkezni. A Georgikon Major történeti kiállítóhely táborai is nyitottak a gyermekek előtt, ahol számos szabadban töltött program is színesíti a tábori életet. A helyek ott is beteltek már.